A Tolna megyei közgyűlés kidolgozta a következő ciklus területfejlesztési koncepcióját. Fehérvári Tamás, a megyei közgyűlés elnöke azt mondta, a rendelkezésre álló 45 milliárd forint felhasználására a települési vezetők és az országgyűlési képviselők javaslatai alapján született döntés. Itt arról kell tulajdonképpen dönteni, hogy az a 45 milliárd forint, ami a következő ciklusban várhatóan erre a topos rendszerre majd jut, ezt milyen arányból osszuk el a járási székhelyek, kis települések, városok, falvak, tehát hogy mindenki jól lakjon, mindenki megkapja azt, amit szeretne építeni, fejleszteni a következő ciklusban. Úgy gondolom, hogy sikerült egy hasznos kompromisszumot kötnünk, ebbe nagyon komoly segítséget kaptunk az országgyűlési képviselőktől, akik ötleteikkel, javaslataikkal és megértésükkel támogatták ezt az egész koncepciót. Én azt gondolom, hogy lényeges változás nincs, hiszen ha átgondoljuk, hogy egy településen mi fontos, egyrészt az ottani életfeltételeinek a biztosítása, a közlekedés, a munkahelyteremtés, az embereknek a jóléte és a gyermekeiknek a biztonsága, tehát óvodák, bölcsödék, közutak, tehát nagyon-nagyon sok olyan terület, ami eddig is megvolt már, de most külön hangsúlyt kap majd. Emellett a Közép-Dunamenti Fejlesztési Tanácsnak köszönhetően újabb források érkezhetnek a Dél-Dunántúlra. A cél, hogy az új atomerőművi blokkok megépítése után is fejlődő pályán maradjon a térség gazdasága. Mikes Éva, a Dél-Dunántúli Gazdaságfejlesztési Zóna kormánybiztosa azt emelte ki, a régió koncepciójának összeállításakor három térségfejlesztési zónát határoztak meg. Ez a gazdaságfejlesztési zóna területében semmiben nem tér el attól, amit mi Dél-Dunántúlként megszoktunk, tehát a három megye, Somogy-Tolna és Baranya megye alkotja. Ennek egyébként csak egy programozási egység feladata van, és mint ahogy a kinevezés tartalma is mutatja, egy komplex szemléletben óhajtjuk vizsgálni a gazdasági fejlődésnek a lehetőségeit. Erre vonatkozóan tanulmányok készültek, különböző szakmai csapatok dolgoznak ezen, hogy komplexen ezt a feladatot hogyan tudjuk megoldani. Említettem, hogy Kaposvár, illetve Pécs esetében, amelyet természetesen Kaposvár térségét, valamint a Pécs-Mohács térséget úgynevezett növekedési centrum térségnek tekintjük, olyan térségeknek, amelyeknek a sorsa kihatással van a tágabb környezetükre is. A harmadik növekedési centrum térségnek mi a Szekszárd-Paks mag térséget gondoljuk és definiáljuk. Nyilvánvaló itt nem volt annak értelme, hogy más sok bevonásával készüljön el ez a program, hiszen a Közép-Dunamenti térség az egy 99 települést magába foglaló térség. Ezen 99 településnek körülbelül kétharmada van a Dél-Dunántúlon. Ilyetén módon a mi általunk MAG térségnek tekintett Szekszárd-Paks térség is. És itt a fejlesztési tanács vezetésével készült a Közép-Duna mentére egy fejlesztési program és koncepció. A célok között szerepel például az ipari és mezőgazdasági termelés ösztönzése, a magasabb szintű életminőség megalapozása, a fenntartható környezetgazdálkodás és innovatív agrár- és élelmiszer szektor megteremtése is.